A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép napot kívánok, 1993-ban járunk. Ekkor egy zsemle 4 forint 20 fillérbe került. Lehet, hogy az akkori zsemlék pozitív élettani hatásai miatt érte meg Anna néni a 100 éves életkort. Városunk tudomásunk szerint legidősebb polgárát köszöntötte szombat reggel dr. Török Marian, az egészségügyi osztály vezetője, és Balsa István polgármester. Vadász Ferencné, Ridinger Anna, vagy ahogyan családja körében hívják, Dédi, korát meghazudtolóan közlekedik az emeleti szobájáig vezető lépcsőn, szívesen mesél, társalog, nyaranta kapálgat még a kertben egy szék segítségével, az irtkek közt pedig nem veti meg a zsíros falatokat. Családja elmondása szerint utoljára 10 éve, vagyis 90 éves korában vizsgálta orvos, aki Anna néni szerint mind felcser. Így aztán igyekszik is távol tartani magát a tudományág művelőitől. És hogy mindez valóság, most megítélhetik önök is. A Gönc Árpád köztársasági elnök úr írt Anna néninek egy levelet. Tisztelt asszonyom, örömmel értesültem róla, hogy november 26-án betölti 100. esztendejét. Engedje meg, hogy a nevezetes születésnapján szívből gratuláljak, és kívánjak jó egészséget, boldogságot, őszinte nagyrabecsüléssel Gönc Árpád, Magyar Köztársaság elnöke. Nagyon köszönöm. Ez volt már az 1 perc retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.